Szia! Ebben a videóban a 2024 évi tavaszi digitális kultúra érettségi vektorgrafika feladatának megoldását fogom bemutatni. A feladat a minták névre hallgatott, és szerintem könnyű feladat volt. Mégis, mivel egyoldalúan szűk ismereteket kért számon, ezért sok pontot veszítettetek vele. A videó megoldás megtekintése mellett olvasd a feladat szövegét is. Sok múlik az érettségén a szövegértésen. Hiába ismered az eszközt, ha nem érted a feladatot, amit meg kell oldanod vele. Először mindig mentsd el az új dokumentumot az elvárt néven, a forrásállományokat tartalmazó mappába. Most minták az elvárt állománynév. Nézd meg a feladat mintáját is, hiszen a feladat szövegét a képekkel együtt sokkal könnyebb értelmezni. Ebben a feladatban 4 azonos alapra kell ugyanazokat a színeket felhasználva csempe mintákat készíteni. Kör, négyzetobjektumok rajzolását és útvonalműveletek alkalmazását várja el a feladat. Pontos igazítás mellett. Először elkészítem az alapul szolgáló egyik négyzetet, amely oldalai 80x80 mm hosszúak, és adott RGB kitöltő színek, és nincs szegélyük. Majd duplikálom a Ctrl-D billentyű parancsal, és a másik mellé helyezem. Ezt követően kijelölöm a két négyzetet, duplikálom Ctrl-D-vel, és az előzőek alá mozgatom az így elkészült objektumokat. Az első csempe 4 levél mintát kell, hogy tartalmazzon. Egy levél elkészítéséhez azt javasolja, hogy negyed köröket használjak, amelyeknek a sugara 40 mm. Kattintottam az ellipszis eszközre, rajzolok egy tetszőleges méretű kört, majd az objektum mozgató eszköz tulajdonság eszköztárával beállítom a szélességét és a magasságát 80 mm-re. Ezek után a kitöltéspanelen beállítom az elvárt színek egyikét kitöltőszínnek, és azt is, hogy nincs szegélye az objektumnak, a körnek. Duplikálom a kört, és átállítom a kitöltőszínét a másik színre, az új körnek. A levél minta tehát úgy készül, hogy egy negyed kört készítek, azt duplikálom, tükrözöm, majd a metszetét képezem a két negyed kört. Készítek egy másolatot az eredeti körről. Ezt a másolatot ráhelyezem pontos illesztés mellett az első négyzetre. Az ellipszis objektum tulajdonságainak megváltoztatásával pedig körcikk kialakítom. A végtulajdonságot 90 fokra állítom. Az eszköz körcikk módba került, ha nem, akkor tedd át abba. Visszaváltok mozgató eszközre, és készítek egy másolatot, duplikálom, kétszerezem a körcikket. Majd a függőleges és vízszintes tengelyre tükrözöm. Úgy néz ki, mintha egy négyzet lenne most, de én tudom, hogy két körcik egymáson. Nincs más hátra, mint kijelölni mindkét körcikket, és az útvonalmenü metszet parancsával létrehozni a közös részt, vagyis a levélmintát. Helyére mozgatom, majd kétszerezem, és a másikat is a helyére mozgatom. Majd mindkettő kijelölése után ezeket is duplikálom. Most két objektum van kijelölve, a másolatok. Ezek 90 fokos elforgatásával létrejön a csempe levél mintája. Most már csak a kitöltő szint kell megváltoztatnom, ezt pedig rafináltan a már helyes színűre állított körről vett mintával teszem meg. A második csempére egy tulipán mintát kell kialakítani, amelyik két negyed és egy fél körből áll. Felette középre igazítva egy kör, amely 5 mm sugarú, vagyis 10x10-es objektum. Készítek egy másolatot az eredeti körről, és az alapra mozgatom, majd az ellipszist olyan körcik kialakítom, amelynek a végértéke 180. Újabb másolat az eredeti körről, majd a másolatot negyedkörre alakítom, ahogy azt az előző feladatban is tettem. Tükrözöm, újabb másolatot készítek róla, tükrözöm és a helyére mozgatom a körcikkeket.
Shift gomb nyomva tartása mellett kijelölöm a tulipán részeit, csoportba foglalom, majd egyszerűen méretarányosan az értékeit átállítva 60x60 mm-esre méretezem. Az alapnégyzet aljára és közepére mozgatom, ebben az automatikus illesztés továbbra is nagy segítségemre van, majd kisebb nehézségek árán elkészítem a 10x10-es kört, amelyet a tulipán függőleges középtengelyére igazítok. Az igazítás végrehajtásához most előveszem az objektum menü igazítás paneljét. Kicsit bénáztam a méretekkel, mondom 10x10-es. Ez a kör mérete. Az igazításokat sose vedd félvárról. Én is mindig igyekszem leellenőrizni. Itt például középre és az aljához igazítást. A harmadik csempén koncentrikusan azonos középponttal kell elhelyeznem egy 80x80 mm-es és egy 70x70 mm-es kört, különböző kitöltőszínnel, szegély nélkül. Valamint egy poligont, amely egy hatágú csillag alakzat lekerekített csúcsokkal. Mérete 25x25 mm. A mintán szépen látszik, mit kell elkészítenem. Mivel a mintaként használt körökre már nem lesz szükségem, ezért azokat használom a minta létrehozására. Zöldet az alap közepére mozgatom. A mérete egyébként is megfelelő. A sárga szélességét, magasságát 70x70 mm-re állítom, és azt is az alapra vontatom. Mivel a zöld takarja a sárgát a réteg sorrend miatt, ezért megnyitom a rétegpanelt, és némi szerencsétlenkedés után a megfelelő sorrendben felülre helyezem mindkét objektumot. Ha nem akarsz így szerencsétlenkedni, mint én, akkor használhatod ezeket a billentyűparancsokat. Most nem hagyatkozom az automatikus illesztésre, hanem az igazítás panelt használom azért, hogy koncentrikusak legyenek a körök. A poligon eszközzel rajzolok egy tetszőleges alakzatot, mert nekem háromszöget rajzolt, lehet neked ötszöget fog. A kitöltésének színét pedig az elvárt barna színűre állítom. A csúcsainak számát 6-ra növelem, és a megjelenését pedig átállítom csillagra. A méretét 25x25 mm-re csökkentem. Biztos, ami biztos, az igazítás panel segítségével a sárga kör közepére igazítom a csillagot. A poligon eszköz lekerekítés szög tulajdonság értékének növelésével pedig lekerekítem a csúcsait. A negyedik csempére 4 darab, a csempe aljához igazított derékszögű háromszögből kell mintát létrehoznom. Rajzolok egy tetszőleges téglalapot. A kitöltését a pipetta eszközzel a megfelelő színűre változtatom. Az útvonal, objektum átalakítása útvonallá menü használatával eldobom a téglalap objektum tulajdonságait az alakzatnak, így egy 4 csomópontból álló zárt útvonalat kapok. Beállítom a szélességét 20 mm-re és 80 mm-re a magasságát. Átváltok a csomópont eszközre, és kijelölöm a jobb felső sarkát, a Del gomb megnyomásával pedig ezt a sarkot letörlöm. Így egy szép derékszögű háromszöget kapok. Még mindig nem bízom az automata illesztésben, ezért a háromszöget összejelölöm a csempe alappal, és balra, valamint lentre igazítom. A további háromszögek létrehozásához és mozgatásához a transformáció panel áthelyezés fülét fogom igénybe venni. Megnyitom a transformáció panelt, relatív eltolást fogok alkalmazni, mégpedig 20 mm-t vízszintesen jobbra. Teljesen feleslegesen bepipálom a minden egyes objektumra alkalmazza a jelölnégyzetet, mert mindig csak egyre fogom alkalmazni.
duplikálom a háromszöget, és rákattintok az alkalmaz gombra. Ezt a két utolsó lépést megismétlem még kétszer. Ne felejts el menteni, és hogyha tetszett a feladat megoldásom, akkor ne felejts el csengőt, lájkot nyomni, és nézd meg a többi videómat is.